harmadik alkalommal szervezett tüntetést a székesfehérvári ellenzék a belvárosban pénteken este. A demonstráción mintegy 40-50 ember vett részt. A tüntetésen felszólaltak a DK, a Jobbik, az MSZP, a Momentum és az LMP képviselői, valamint helyi vezetői. A demonstrálók szerint a pedofil botrány kapcsán nincsenek meg a valódi bűnösök. A tiltakozáson részt vett Földi Judit, a DK országgyűlési képviselője is, aki elmondta, hogy olyan országot szeretnének, ahol valóban a gyermekek az elsők és a legfontosabbak. Ahol a gyermekeket valóban megvédik, ahol nem a pedofilokat és a segítőiket támogatják. A Demokratikus Koalíció politikusa arról beszélt, hogy mindent meg kell tenni, hogy kiderüljön és büntetve legyen minden bántalmazás és abúzus. Földi Judit azt kérte a tüntetőktől, hogy tegyék fel kérdéseiket a fideszes városvezetésnek. Márton Roland, az MSZP helyi szervezetének elnöke arról beszélt, hogy változtatni kell. A pedofil kegyelmi botrány ráébresztette az országot arra a mély erkölcsi és morális válságba, amiben a Fidesz az elmúlt 10 évben sodorta ezt az országot. És főleg a múlt hét pénteki tüntetés, ahol Budapesten olyan kritikus tömeg jelent meg az utcán, ami úgy gondolom, hogy képes megdönteni a NER-t, hogyha ez a kritikus tömeg képes minden változást akaró embert magába olvasztani, akkor egy jobb, egy élhetőbb Magyarországot hozhat el minden magyarnak. Arany János éjféli párbaj című versével vette kezdetét a 14. fehérvári versünnep elődöntője a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, amelyet Gyulai György Ákos, a Teleki Blanka gimnázium tanulója szavalt el. A fehérvári versünnepet 2010-ben hívta életre a Fehérvár Média Centrum. A tehetséggondozó programhoz szorosan illeszkedik kezdetek óta a székelyföldi verstábor is, ahol a fehérvári versünnep résztvevői mellett Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Felvidékről és a vendég látó Székelyföldről is érkeznek fiatalok. A 14. alkalommal meghirdetett verseny elődöntőjén idén összesen 40 tanuló mérte össze a tudását. Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezető igazgatója kiemelte, a fehérvári versünnep egy olyan közeg, ahova jó eljönni, jó szerepelni. A többségnek mindig nagyon kedvező élményez és örömmel távoznak a színpadról. Azt mondom, hogy bátran kijelenthetjük, hogy ez egy olyan közeg, amiben jó eljönni, ahol jó szerepelni, hiszen nagyon sokat kapnak a versenyzők, nem csak a zsűritagoktól véleményformájában, hanem egymástól is. Az a közösség pedig, amelyik létrejön, az már nem egy esetben szőtt hosszú-hosszú évekre szóló barátságot. Akik tovább jutnak a döntőbe, és aztán részt vesznek nyáron a székelyföldi verstáborba, azok pedig egy életre szóló élménnyel gazdagodnak. Színháztól színházig címmel szerveztek tematikus sétát a belvárosban az Idegenvezetők világnapja alkalmából szombaton. A székesfehérvári Turinform iroda idegenvezetője kedvenc témájával készült, izgalmas történetekkel nyűgözte le a program résztvevőit. A vendégek megtudhatták, hogy hol kezdődött a magyar nyelvű színjátszás Székesfehérváron, hány színész kezdte itt a pályáját, melyik színésznő kedvence volt az Árpád-fürdő, és kimondta el Jókai Mór köszöntőjét a Vörös Marti Színház avatásán. Színháztól színházig tematikát szeretnék egy ilyen vezetést megvalósítani. Ez egy tulajdonképpen egy városnézés, amikor egy ilyen kis színháztörténeti emlékeket is beleszövök, ugyanis Fehérvár mindig a hazai színjátszásnak a fellegvára volt, és rengeteg olyan emlék van, ami mellett szerintem minden nap elmehetünk, de talán már úgy feledésbe merültek az ismeretek. Gyermekekkel telt meg az István Király Általános Iskola aulája szombat délelőtt. Itt szervezték idén a Sakdiák Olimpia megyei döntőjét. 33 megyei iskola közel 200 tanulója vett részt a megmérettetésen. 6 korcsoportban versengtek egymással a diákok. Az országos döntőbe az első 2 korcsoportból az első 3, még a további 4 korcsoportból az első helyezettek juthattak tovább. Mint a szervező szövetség főtitkára mondja, nem véletlen, hogy ennyien érkeztek a megmérettetésre. Az utóbbi években reneszánszát éli a sakk, egyre többen foglalkoznak versenyszerűen is a játékok királyával. Az utóbbi években felfutóban van, és egyre többen sakkoznak. A piramis is emelkedik, tehát nem csak az alsó korosztályok vannak nagyon sokan, hanem egyre többen vannak a felső tagozatosok, illetve a középiskolások is. Nem beszélve arról, hogy ebben az évben Magyarország rendezi a sakkolimpiát, ezért is fordul nagyobb figyelem a sakk felé.